Dániel Lamának teszi a labdát, de ott a lövés, kapufa! Gera, Gera, Rózsa! Zöld-fehér rangadóvá zárul tehát a 9. forduló az OTP Bank Ligában, és hát reméljük, hogy valóban rangadó lesz majd. Nagy Dániel Lamának teszi a labdát, Böde, nagy, ott a lövés, kapufa! Lama ballal mentett a kapufa. Nagy Olivér csúnyán néz Rózsára, ott a beadás, ott a fejes felé, Gera! Kockázatos, Lama, lövés, Kukuruzovics mellé. Gera, 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 Gera fordul vissza, Gera, Gera, Rózsa! Ez már eltalálja a kaput a 24. percben. A 29. percben tehát szabadrúgás. Mateos, megpatog, mellé, szöglet! Hát nem Rózsán múlt, ez egészen biztos. Kukuruzovics. Kukuruzovics. Gera. 16-osról belsővel a kapu fölé passzolja a labdát, de ez is helyzet volt, még ha nem is ordító. Dániel. Kukuruzovics. Kukuruzovics, azt el lehet lőni, el bizony! És meg mindig ott a lehetőség mellé! Nagy Dániel javíthatott volna, kimaradt a második félidő el eddig legnagyobb gólszerzési lehetősége. Gyorsák, aztán most Lama lendületben, Lama simmerre veszeti le a labdát, Lama, Lama, odaháló! Nyom a Ferencváros, ahogy tette ezt az első félidőben. Nem csinna labda viszont, jöhet a beadás, és kimarad. A legnagyobb szombathelyi lehetőség. Megálltak a ferencvárosiak, akik bedobást reklamáltak volna, de nem volt kint a labda, ezt ez is bizonyítja. Iszlai gyönyörűen teszi be középre. Lehet menni a labdával, ott a beadás. Dvorsák, Kukuruzovics, jobbra, Lama felé. Kirugás. Simmer megelőzi Lamát, Simmer, és Dubusznak kell védeni. Szakály, rövid időn belül a második szombathelyi lehetőség. Nem éri el Böde. Nem sokon múlt. De megmozdulás, a Gera, Busai. Az égbe rúgja Böde a labdát. Gera, Böde, és ezt sem éri el, Böde Dániel. Mi kell Böde Daninak a gólhoz? Marad. Ez a lehetőség is. Dilaver. Dilaver! És kimarad ez is, Busai! Dilaver gyönyörűen csinálta. Ez remek mozdulat. És be is jött Simmerrel szemben, és megint elakad egy lábban. És Bödéről megy ki a labda! Ez egészen elképesztő! Dilaver. Lesmár mutatja a játékvezetőt, az asszisztens.
fölé. Lefújja a játékvezető. A Ferencváros tehát nem bír az utolsó előtti haladással a 9. fordulóban.